Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió pénteki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket! Elindult az Uszoda program, elkezdődtek az átalakítási munkálatok a lővérfürdőben. Munkák a szőlőben, a munkálatoknak igen, a növényeknek kevésbé kedvez az enyhetél a Soproni borvidéken változó olvasói szokások, a Soprani Könyvtár fejlesztésekkel alkalmazkodik az elvárásokhoz. Elkezdődtek az átalakítási munkálatok a lővérfürdőben. A régi leromlott állapotú strandmedence helyett új épül. A medence nyáron készülhet el, és az új fedett úszoda építési ideje alatt sátorfedéssel fog működni. Pénteken kezdték el bontani a medencét a lövérfürdőben, ezzel mérföldkőhöz érkezett az új úszoda kialakítása. A jelenlegi strandmedencét elbontják, a helyére új, 10 pályás, 25 méteres, 2 méter mély úszómedencét és 12x25 méteres tanmedencét alakítanak ki. A tanmedencét belső fallal ketté választják, hogy később élményelemekkel is bővíthető legyen. A strandmedencén kívül a fedett úszodának a felújítása az ezt követően fog megtörténni. Ennek a beruházásnak meg kell előznie a másikat. A lényege, hogy hát mindannyian tudjuk és látjuk, hogy az idő elszállt felette, korszerű követelményeket állítanak ma már egy strandfürdővel szembe, és ennek szeretnénk mi is megfelelni. A beruházás összköltsége 640 millió forint, melyet a Modern Városok programon keresztül a magyar kormány biztosít. A strandmedence átépítése nyáron fejeződik be. A munkálatok ideje alatt a strand nem fog üzemelni. Dr. Fodor Tamás polgármester elmondta, amint itt biztosítottak a négy évszakos sportolás feltételei, megkezdődik az új fedett úszoda kivitelezése. Akkor, amikor megkezdődik a fedett építés, akkor is szeretnénk biztosítani, a strand használatát egy ö, sátortetővel, légfelfújású sátortetővel, természetesen fűtéssel, és kettő darab mobil öltözővel, amely lényegében hát azt a szolgáltatást nyújtja, amit a fedett uszoda némi kényelmetlensége azért nyilvánvalóan nem lehet ugyanaz. De nem kell abba hagyni a télen a sportot, nem kell az látogatóknak kihagyni ezt a téli időszakot, és ez a téliesített uh, sátor és üzemeltetés, ez része ennek a felújításnak. A turisztika szempontjából is fontos ez a fejlesztés. A sajtótájékoztatón Barca Attila az ifjúsági turisztikai és sportbizottság elnöke hangsúlyozta. A beruházással egy modern és minden igényt kielégítő létesítmény valósul meg Sopronban, amely a sport, az oktatás és a turisztika szempontjából is jelentős ifjúság tekintetében az egészséges életmód a város számára, nagyon fontos a városvezetés számára. Az úszás oktatásban és az egészséges életmódra való felkészítésben meghatározó az úszoda és a Kinti medencének a megléte, hiszen itt erre nagy lehetőség van. Turisztikai szempontból is jelentősebb beruházás, hiszen Sopron kiemelt turisztikai térség, és az ide érkező turistákat egy olyan környezet fogadja majd, amely megfelel a 21. századi elvárásoknak, és sport és az élsport szempontjából is fontos a fejlesztés, hiszen mind majd az új úszoda, mind a medence szabványos 25 méteres kialakítás kap az egyik fele. Magyarország kormánya Sopronnal kötötte meg elsőként a Modern Városok program megállapodást. A szerződésben külön pontként szerepel a Lővér program, melynek kiemelt beruházása egy új fedett úszoda felépítése. Az új létesítmény hazai és nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas lesz. Öt hónapon keresztül fokozott rendőri ellenőrzésre kell számítani hazánkban, így Sopronban is. Február 1-től június 30-áig szól az országos rendőrfőkapitány rendelkezése. Ez idő alatt a rendőrök bárkit igazoltathatnak, ruházatot vizsgálhatnak át, és az autók csomagtartójába is benézhetnek. A rendelkezés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve azok megszakítása. Kedvezett az enyhetél a szőlészeti munkálatoknak. A Soproni borvidéken javában tart a is. Ezután a sorok rendezése, karózás következik. A kinti munkákkal párhuzamosan a pincékben a fejtés borkezelés zajlik. Javában tart a szőlő meccése a Soproni borvidéken. A tervek szerint körülbelül egy hónapon belül be is fejeződik a munka. Összességében 80 hektár ültetvényünk van, amit metszeni kell, ennek körülbelül a kétharmad része van meg. Ez időarányosan megfelel a terveinknek. Február végére szeretnénk befejezni a beccési munkákat. A kinti munkáknak kedvez az enyhetél, a szőlőnövénynek kevésbé. Az elmúlt napokban 17-17,5 Celsius fokot is lehetett mérni sopronban, ami miatt a szőlő mély nyugalmi állapotát elhagyta, így fagyérzékenyé vált. A későbbi hideg kár tehet az ültetvényben. A szőlő veszőt, amikor elvágjuk, a felületén zöld a bél. Ez azt jelenti, hogy már valamilyen életfunkciók működnek az ültetvény a szőlő tőkékeben. A meccés befejeztével az ültetvényeken a támberendezések pótlása, cseréje, majd a kötözés és a tavaszi munkák kezdődnek meg. A pincékben ezzel párhuzamosan a borkezelés, fejtés zajlik, készítik az új bort. Péntektől kezdődően a hétvégére újra az évszaknak megfelelő téli és idővárható. A csapadékos idő mellett a hőmérséklet csökkenésével egyre több helyen várható nagyobb víztartalmú jelentősebb mennyiségű úgynevezett tapadó hó. A Magyar Közút Nonprofit ZRT a havazással várhatóan érintett területeken valamennyi hóeltakarító eszközét készültségbe helyezte. A szükséges beavatkozásokat megerősített irányító személyzettel látja el. Áll a szervezet közleményében. Az autósokat arra kérik a szakemberek, hogy a következő napokban fokozott óvatossággal vezessenek, utazás előtt pedig tájékozódjanak az aktuális útviszonyok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései szerint Sokron térségében pénteken és szombaton várható jelentősebb mennyiségű csapadék. Bár rengeteg népszerű programot rendezett a Vaja Soproni Széchenyi István városi könyvtár, a sikerek fényét kissé beárnyékolja, hogy 2017-ben minimálisan ugyan, de csökkent a beiratkozók száma. Az intézmény szakmai stábja szerint ez főleg annak a számlájára írható fel, hogy az utóbbi években megváltoztak az olvasói szokások. Ehhez a könyvtár folyamatos fejlesztésekkel alkalmazkodik. A szélesedő program kínálat mellett rendre bővítik a könyvek és az intézményben elérhető digitális adatbázisok listáját. A könyvtár tavalyi programjain több ezeren vettek részt. Sok érdeklődőt vonzott az ünnepi könyvhét, illetve az országos könyvtári napok is. Volt olyan dedikálás például, amire több mint 600-an jöttek el. Ezek tükrében meglepő, hogy a könyvtárba beiratkozók száma 2017-ben csökkent. A 2017-es év az nem egy dicsekvésre méltó statisztika adatokkal szerepel a könyvtár történetében majd de azért nincs szégyelni valónk, valamennyivel 4,15%-kal csökkent sajnos a beiratkozott olvasóink létszáma, de ugyanakkor azt megállapíthatjuk, hogy a helyben használat nagyon sokszorosára nőtt. Tehát kevesebben jöttek könyvtárba, de sokkal több alkalommal látogatták meg a könyvtárnak a polcait. Horváth Csaba igazgató szerint ez azzal magyarázható, hogy az utóbbi öt esztendőben háttérbe szorult a szórakozás, és mostanában inkább a tanulás, gyors információszerzés a célja azoknak, akik könyvtárba járnak. Ehhez az intézmény folyamatosan alkalmazkodik, rendszeresen bővíti köteteinek palettáját. Tehát igyekszünk egy olyan könyvtári állományt gyarapítani, ami mindig a Kívánalaknak megfelelő, tehát mindenféle olvasói igényt. néha olyan igényt is figyelembe veszünk, ami nem biztos, hogy találkozik a könyvtárosnak az ízlésével és az igényével. De hát az olvasó az mindenek előtt ő maradéktalan kiszolgálást kap az igényeinek megfelelően. Ugye főleg olyan jellegű könyveket próbálunk beszerezni, ami az információs szerzés segíti elő, nagyon megnövekedett az idegennyelvű állomány iránt érdeklődés, tehát ebbe az éve biztosan, hogy nagyobb összeget fogunk fordítani az idegennyelvű könyvek beszerzésére. Főleg a fiatalabb korosztály körében egyre népszerűbbek a digitális felületen is elérhető tartalmak, nőtt a távhasználat aránya is. Az intézmény vezetése folyamatosan dolgozik azon, hogy megfeleljenek ennek a trendnek. Tavaly elérhető lett a népszerű árkánum digitális tudománytár az intézményben. Ehhez idén több fontos adatbázis is csatlakozik, programokból sem lesz hiány, például a könyvtár a magyar próza napja alkalmából vendégül látja majd sefer Erzsébet írót is. A férfi élvonalbeli bajnokság 18. fordulójában a Sopron KC Szerdán Kaposvárral látogatott. A vendégek az egész találkozót tekintve tartották a lépést a Kaposvárral. A negyedik negyedben egy rövid zárlatot követően hátrányba kerültek, amelyet nem tudtak ledolgozni, így 85-79-es vereséget szenvedtek. Nehéz idegenbeli megméretetés előtt állt az SKC. Henderson szerezte a vendégek első hat pontját, így tartotta a lépést a Henlein Spica kettős vezette Kaposvárral. A szakasz közepén erőlködő kosárlabdát mutató SKC hibáit néhányos akcióval kihasználva 8 1 ellépett a Kaposvár. Sabálivalás Valázs időkérése kényszerült, a negyed hazai kosárral és hárompontos KKK vezetéssel ért véget. Elamin triplájával egalizált a vendégcsapata a második negyed elején, a szakasz közepén felváltva vezettek a csapatok. Hosszabb idő után villant Henderson, de betörésekből rendre eredményes volt a Kaposvár, amely egy 6 0 ismét megugrott. A vezetés újra hazai kézbe került Ivosev kosaraival, de a sopron egyenlíteni tudod a negyed végén. A fordulás követően 7 nullával kezdték a vendégek. A szakasz közepe fele azonban a hazaiak támadójátéka feljavult, így előnyel várhatta a Kaposvár a záró edabod. Jobban fordult a negyedik negyedre a vendégcsapat, így ledolgozta hátrányát. A Sopronkáci sikeres támadójátéka azonban nem tartott sokáig, sok labdát adtak el a vendégek f 2 plusz 1-es akciójával 6 pontra nőtt a hátrány a két csapat között. Gyors akciókkal próbáltak javítani Mészárosék, de pontatlan befejezések sora jellemezte a játékot, míg a Kaposvár egy 12-0-át mutatott be. Egy hármas adott halvány reménysugarat a vendégoldalról, majd Watkins mutatott be egy 2 plusz 1-es akciót. A legvégén elemelt hármas kimaradt, a hazaiak újabb pontokat szereztek, így eldőlt a találkozó. Kaposvár, Sopron 85-79. Kicsit egyénieskedve játszottunk, mindenki szeretett volna a pluszba hozzátenni, ami, ami nem, nem az igazi csapatjátékot mutatta. Nem lehet azt mondani, hogy nem küzdöttek a srácok az utolsó pillanatig, de, de sajnos egy-két kihagyás megbosszulta magát, amit amit gyorsanításokkal gyorsításokkal a hazai csapat. Úgyhogy újabb fájdalmas vereséget szenvedtünk, de hát szombaton javítanunk kell otthon. A javítási lehetőségre a Novomatic arénában lesz lehetőség az skc -nak. a Szeged együttes látogat szombaton a Sopronba. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a mozaik, amelynek vendége dr. Józan Tibor, a Soproni Város Szépítő Egyesület elnöke lesz. Utána a Sterc című gasztronómiai magazinunk következik. Kedves nézőink, önök a Sopron Televízió pénteki híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! szombaton csapadékos időre készülhetünk, havas eső és havazás is előfordulhat, a szél megerősödik, akár viharos lökések is lehetnek, a hőmérséklet 1 és 3 fok között alakul majd.